Gratulálok az ért csapatának. Hát ez egy nagy csata volt, úgy gondolom hullám völgyekkel és hegyekkel, mind a két csapat részéről. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk ma győzni, pedig én úgy gondolom, hogy ott volt a lehetőség a kezünkben, de a sok kiadott helyzet, az, hogy a hatfüggvéti 51%-kal tudott védeni, ez megpecsételte a sorsunkat. Annak örülök, hogy a megbeszélt dolgokat a csajok végre tudták hajtani. Nagyon nehéz helyzetbe került ezáltal a csapat, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladatunkat azt csináljuk tovább, nem állunk meg. Tehát itt az egyéni képességfejlesztésre, erőfejlesztés, egyéni technikai, taktikai képzést csináljuk tovább, ez ennek a feladata, és megpróbáljuk még egységesebbé kovácsolni a csapatot. Megyünk tovább, nem tudunk mit csinálni. És ránéztem a szöszüre. Nem egyszerű a dolog összeszedni őket hétről hétre, de van bennük spiritus, úgyhogy én bízom benne, hogy talpra fognak tudni állni. Én is szeretnék gratulálni az érdnek. Hát úgy gondolom, hogy megint a második fél idő eleje volt a sorsdöntő, ahol az elején ott több hiba becsúszott, és ezt sajnos ki tudta használni az érd. És onnan meg már csak kapaszkodtunk az eredmény után, de emellett én nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mentünk, küzdöttünk, csak hát be kell lőni a helyzeteket, meg le kell redukálni a hibák számát, és talán csalódottak vagyunk, de hát innen is fel kell állni, és megyünk tovább. Köszönjük a gratulációt, és én is szeretnék gratulálni. Azt gondolom, hogy először a Nekáról mondanék két szót, hogy az az út, ami mennek, és amiért ők itt vannak ebben az NB1-es mezőnyben, az én azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos a fiatal játékosoknak, és az egész szezon alatt figyelemmel kísérve a munkájukat, meg a mérkőzéseiket, semmelyik ellenfél ellen nem játszottak alárendelt szerepet, tehát nem lehet ellenük kimenni úgy egy mérkőzésre, hogy ez könnyen meg lesz, és majd meg fogjuk nyerni. Én nagyon feszült voltam a mai mérkőzés előtt, nyilván nekünk ez egy nagyon fontos győzelem volt, egyrészt a magunk érzései miatt az, hogy a saját csarnokunkba végre győzni tudtunk, és egyáltalán hogy megmaradjon a lehetőségünk arra, hogy jövőben is ebbe az osztályba tudjunk játszani, ahhoz ez elengedhetetlen volt. Sokat készültünk a héten, nyilván a gyors lerohanásaikra és a középkezdéseikre. Én azt gondolom, hogy ezt egész jól megoldották a lányok, és nyilván a fáradtsággal jöttek hibák a második fél időben, de nagyrészt azért rendben voltunk, és volt több jó egyéni teljesítmény is a csapatban, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és gratulálok nekik. És nyilván dolgozunk tovább, mert szükségünk van még néhány pontra ahhoz, hogy mi is elérjük a kitűzött céljainkat. Megerősíteni tudom, hogy nagyon boldogok vagyunk, köszönjük szépen a gratulációt, igazából az történt, amire számítottunk, egy kőkemény meccs. Nagyon-nagyon kiki találkozó volt, és talán kulcs volt, és szerintem végigvezettünk az elejétől a végéig, és az is kulcsnak számított szerintem, hogy fél időben úgy jöttünk ki, hogy 0-0 van, és ugyanúgy kell végig küzdeni, egy pillanatig se feladni, és egy pillanatig se pihenni, úgyhogy én ezt gondolom, hogy kulcs voltam a győzelemhez, úgyhogy borzasztóan boldogok vagyunk.